Hello, szia! Szia, megjöttél? Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Megmutatom nektek akkor a Rio Jumbo-ba, hogy néz ki egy szoba. Ahogy belépünk, jobb oldalt rögtön van a zuhanyzó. Mi most már azért kipakoltunk, mert az volt az első, hogy gyorsan kipakoltunk, még le se zuhanyoztunk. Kettő darab mostunk van, szerintem nagyon tökéletes, ott a hajszárító, és itt van a WC, nekünk elég. Ugye a ruhánk nem férne be teljesen ide, úgyhogy majd megmutatom, hogy tele vannak a szekrények, de még van fogas, nem mindent tudtunk még kipakolni, digitális szép van, úgyhogy én azt mondom, hogy ez nagyon baba. Ki kellett kapcsolnunk a légkondit, mivel nagyon-nagyon meleg, vagy hideg volt idebe, nagyon lehűtötték. Na hát, megérkeztünk a kis szobába. Úgy látom, a Zoltán lesz akkor bal oldalt, én leszek jobb oldalt. Itt van egy tévé, amit már az Oli be is üzemeltetett. Itt van egy nagyon mély három fiókos komódunk. Itt van a minibár, meg is mutatom. Már ittunk belőle kólát, mert hogy szomjasak voltunk. Az van ráírva, hogy naponta kétszer töltik a minibárt. Itt van ugye a vízforraló, vannak teák, kávék. Aztán minden, olyan illat van, citrom illat van idebe, úgyhogy nagyon, ne is nézzetek rám, mert nagyon-nagyon fáradt vagyok. Hát akkor itt puntakánás kalapomat elhoztam, itt van egy kis nappali rész, és akkor itt, ha hisztek-e, ha nem, kérés nélkül földszintit kaptunk, aminek nagyon örülünk, mivel hogy nekünk itt van egy kis rész, mert mi nagyon szeretünk a földszinten lenni, hogy minél gyorsabban eljussunk. Na most az valami kilátószerűség lehet, vagy nem tudom, oda majd föl fogunk mászni. Úgy látom, hogy elég csendes, hát remélem csendes részre kaptunk. Ha nem, akkor ki fogják cserélni, de én nekem már ez megfelel. Nagyon aranyosak voltak. Amit tudnotok kell, éjszakánként kell fizetni, személyenként $1, azaz mi $2 fizetünk éjszakánként, ez az idegenforgalmi adó. Amit még bele kell kalkulálnotok, én ezt olvastam, amire ideértem, el is felejtettem. Én adtam neki $20, én nem kértem vissza, szó szerint majdnem megcsokolta a kezünket. Minden nagyon tiszta, ugye Zoli? Nagyon perfekt. Citrom illat van az egész szobában. Nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve vele. Nekünk ez volt az, hogyha eljövünk, akkor nagyon-nagyon szép helyre jöjjünk. Na, tiszta, nézzétek meg. Megint levettem a telítőt, meg lehet nézni. Ja, most van. De nem az, hát nem az ágya tiszta, hanem maga a szoba is tényleg le a kalappal. Meg ez a friss, új illatok, én nekem ez volt az álmom. Ne haragudjatok, megmutattam a szobát, fel fogok tölteni mindent a YouTube-ra, úgyhogy ott megtaláljátok. Hát, üdvözlünk mindenkit a Rio Jumbo-ból, Zanzibárról.